Őszinte? Napra kész? Hiteles! Ezen túl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo tévére. Echo, a nemzet hangja. Jó estét kívánok végre újra háttérkép vadonatúi vendégekkel a stúdióban, Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Jó estét! Jó estét kívánok! Sziasztok! A mai adás is a tematikus adásaink sorába fog illeszkedni, és mai témánk a pénz. De nem is akármilyen pénz, hanem a kriptopénz, a kriptovaluta, ami persze nagy valószínűséggel egyáltalán nem függetleníthető a nem kriptópénztől, pénztől, a valóságos pénztől, egyáltalán nem függetleníthető egyfajta szabadságharctól. Ugye rögtön ott kéne ezt az egész kérdést elindítani, hogy ez a napjainkban oly sokat emlegetett. Időnként tősdei csúcsokat elérő, majd 24 óra alatt mélybe zuhanó kriptopén, bitcoin, ugye a legis, egyik legismertebb uh, alfaja. Hogy ez, ez igazából micsoda? Ez beilleszkedik abba a sok-sok évszázados küzdelembe, ami időről időre előkerül, amelyet uh, egyedek vívnak a, a rendszer ellen és a rendszer egyik legkegyetlenebb megtestesülési formája a pénz ellen, vagy ez valami egészen új és más ügy, vagy dupla csavarral a kriptovaluta is a rendszer része, csak úgy van csinálva, mintha nem az lenne. Na, hát akkor mi a bánat ez? Ez <laughs> ugye a pénzügyes. Hát, ugye, hallottam többször így nézőinktől és egyéb helyekről, hogy nekünk illene ebben az ügyben megnyilatkozni, mert Magyarországról is elég sok hír érkezik, meg elég sok támogatója van, tehát sokan úgy gondolják, hogy ha belevágnak bitcoinba például, van egyébként több más is, ilyen típusú pénznek nevezett valami, akkor nagy pénzeket fognak csinálni, és én mindig azt nagy, mondom, nagy igazi pénzeket. Nagy igazi pénzeket is csinálnak, és ilyenkor mindig mondom, hogy a kellő óvatosság azért, mert voltak itt már nagy pénzügyi lehetőség, és általában nagy bukfenc volt a vége. Na most, miről van itt szó? Arról van szó, hogy a pénzrendszernek az a fejlemény, ami már régen beállt évtizedekkel ezelőtt, hogy tulajdonképpen maga a pénz, abban az értelemben, hogy mi a pénzt tudjuk, az egy tulajdonképp képzeletbeli dolog, egy komputeren megjelenő tétel, amit aztán hála a telekommunikációs rendszerek fejlettségének másodperceken belül egyik kontinensről a másikra lehet pecinteni, egyik bankból a másik bankba, illetve pontosabban egyik ügyféltől bankokon keresztül a másik ügyfélhez lehet tenni. Ez az egyik része a dolog, ez a technikai feltétele. A másik az, hogy hát a közönség világviszonylatban azért, különösen az utóbbi évtizedekben látott ezt, azt többen megégették a mancsukat a normál pénzrendszerekbe, dollárral, árfolyamok mozgásával, tőzsdével, ezzel, azzal, és a komputeres brigád ezek a meglehetősen Szofisztikált, képzelőerővel rendelkező emberek úgy gondolták, hogy tanulva a jelenlegi pénzrendszerből és rátéve azt, amit ők tudnak, valami olyat alkotnak, amikor is még inkább diszkrétté teszik az illetők egymás közötti tranzakcióit, adott esetben nem csak egy országon belül, hanem nemzetközi viszonylatban, nemzetközi viszonylatban és Növelik a biztonságot, mert utóbbi időkben azért ebből hiányt szenvedünk. Így jött létre a, a, ezek a kezdemények. El kell mondjam már, hogy olyan 15-20 évvel ezelőtt erre már voltak próbálkozások, és az első ilyen úttörő éppen egy magyar nevű illető, egy bizonyos Nikolás Szabó, aki a Washingtoni Egyetemen végzett, egy Bitgold nevű konstrukciót állított fel, nem került aztán ez forgalomba. Jelenleg a Bitcoin for, forgalomba indítójának egy japán név van megadva, csak soha senki nem látta még őt, mint Kolombó feleségét, úgyhogy a Jóisten tudja. Többen azt mondják, hogy ez a Nikolás Szabó, mások meg azt mondják, hogy egész más. Mindenképpen úgy tudom, hogy az FBI már marhára keresi az illetőt, de egyelőre még nem nagyon találta meg. Tehát igazándiból itt arról van szó, hogy meghatározott körülmények között forgalomba lehet juttatni olyan pénzegységet, ami fizetési forgalmat lebonyolítja. Ezt úgy bányászásnak hívják, pénzbányászás. És a forgalom tranzakcióit pedig, és akkor itt van a kriptó. Mit jelent a kriptó? titkosírás, titkosítás. Tehát magyarán szóval az az információ, amit produkálnak, hogy én például itt ülök mondjuk Európába, Bajer Zsoltika meg Ausztráliába, és egymásnak átutalunk tudom én, 10 bitcoint, akkor az az információ abból a, és ezt blockchain-nek hívják, ebbe az elkódolt üzenettartalomba, úgy el van kódolva, hogy abban nem lehet belekukucskálni. Ráadásul ezek a blokkok egymáshoz is kapcsolódnak, mint egyfajta főkönyv. Főkönyvi hitelességgel tartják meg dolgokat. Ez egyfajta, és akkor visszautalnék arra, te, amit te mondtál, egyfajta tiltakozás az ellen a sorozatos visszaélés ellen, amiből a világgazdaság szereplői, hát azt mondanám, a 2008-as pénzügyi válság óta azért rengeteget kaptak. Tehát akkor technikailag megérett a dolog. Megvolt a csapat, a fene tudja, kik ők, egyelőre nem tudjuk. Mondom, az FBI már lázasan keresi őket, valószínűleg mások is, megvarázokok, mert ugye ennek az egésznek a volumenem most már tekintélyes, most 500-600 milliárd dollárnyi, mert már jegyzik a tőzsdén, meg hasonlók, tehát kezdi a Inger küszöböt ezt feszegetni azoknál a hölgyeknél és uraknál, akik úgy gondolták, hogy ezen a mezőn csak nekik terem, fű, meg virág. Na most ugyebár, csak hogy tovább próbáljak itt ragaszkodni a saját kiinduló pontomhoz, hogy megértsem, hogy valójában miért. Pénzkibocsájtási joga az mindig is uralkodói regálé volt. az, az nem, nem volt elvitatható, hogy kibocsájthat ki pénzt. Aztán, amikor mondjuk feudális anarchiák idején az, ezt az uralkodói regálét azt mindenki tojt rá. Mindenféle földes urak jöttek, mentek, kibocsájtottak saját pénzt, a saját arcképükkel, stb. 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 Tehát Időről időre idő, ilyen anarchisztikussá vált ez a dolog szeretve tisztelt uralkodók is trükköztek ezzel az ügyjel mindig is. Miből van az a pénz, mennyit teszünk bele, mennyit lopunk ki belőle, aztán a bankjegyek mennyisége, egyáltalán ez a... pénz maga, hogyha ha nézzük a pénz történetét, az mindig is össze volt fonódva trükközéssel, hazugsággal, átvágással, így váltok, úgy váltok, nem is igazi, stb. Ugyanakkor a társadalmak, amelyek ezt a pénzt használták, szintúgy nem voltak mentesek attól, hogy ezeket a trükközéseket átvegyék, és megpróbálják ők maguk is különböző trükkökkel ezt az egész rendszert a maguk hasznára torzítani. Hamis pénzverés, hogy csak a legegyszerűbb, leghétköznapibb módját mondjam a múltból, ami gyakorlatilag szerintem egyidős a pénzzel, magával. A jó pénz bespályzolása, a rosszal való fizetés előnyben részesítése. És aztán persze, ugye korunkra minden megváltozik, mert a pénz maga egy virtuális ügyé válik digitalizáció, banki átutalás, bankkártya, hitelkártya, már nincs is nálam pénz, bemegyek, lehúzom a kártyát, fizetek, most már pittyenős kártyám van, már le se kell húzni. És ez nyilvánvalóan abba az irányba mozdítja a dolgokat, hogy megmarad a trükközés, a hazudás, az átvágás igénye, csak egyre Kifinomultabb módszereket kell használni ez ügyben is. És bár még a mai napig szinte hetente előkerülnek pénzhamisítók, akik egyre jobb minőségű nyomdagépeken, egyre jobb minőségű hamis pénzbankjegyet nyomnak, de valószínűleg, hogy igazából a nagy trükköket, a nagy hazugságokat a virtuális világban, a digitális világban lehet megcsinálni. Ennek megnyilvánulási formája a bitcoin. Még oda lenne érdemes visszatérni, mert nagyon helyesen, tehát a hétköznapi nézőpontból valóban csalások sorozata, történelmileg is az a valami, ami a, ami a pénz. Remélem jól idézem, de akkor, ha nem... Emberikus fortunát. Kijavítasz, így nem van, majd... kijavítasz. Ugye Karinti mondja, hogy a férfi meg a nő soha nem értheti meg egymást, mert mind a kettő mást akar, a férfi a, a nőt, nőt, a, a nő a, a férfi. Szegény Karinti akkor még egyszerűen fogalmazhatott. Ma már ugye Ez bonyolul. 76 nem identitás korszakában egy kicsit bonyolultabb. de azért maradjunk ennél, mert a csere, a cserének ez a sajátos társadalom sajátossága, amiről, amiről az előbb beszéltél, az arra vezethető vissza, hogy mert az eladó is a vevő, mert ugye a cserénél végül is eladó is vevőről van szó, ott ö, ugye mind a kettő mást akar, értelemszerűen a saját javát akarja elérni, hát ö, ez másképpen nem igen megy a másikkal szembe. Ennek ellenére azért sok millió, de lehet, hogy most már milliárd adásvételi szerződés, tranzakció jön létre a világon, tehát, tehát ezt alkúnak hívják egyébként, és az alkuban ugye kétségtelen eh, alapvetően olyan lelki áramlások mennek végbe, amiben persze a csalás, vagy a csalásra való törekvés is. Egyébként ezen sem kell meglepődni, mert ugye minden élő lény azt szeretné, hogy minél kevesebb befektetéssel, minél több haszonhoz. Nem tud mást akarni az élet, mert csak úgy tudja fenntartani magát, hogyha minél alacsonyabb fajlagos ráfordítással tudja megszerezni magát Mind mindazt, ami az élete fenntartásához szükséges. A társadalmakban a csere, mint az anyagcsere is, tehát végül is a csere történelmi változása az elmúlt az 5000 év során szinte leírhatatlanul és egészen elképesztő módon szélesedő világot hozott létre, mert hogy egyre több emberi szükséglet jött létre, sőt a kielégített előző szükségletek közben derült ki, hogy hú, van itt még egy csomó egyéb szükséglet. Ez rohamosan növeli, most is folyamatosan az elérhető áruk szolgáltatásoknak a tömegét, tehát a csere rendszere felfoghatatlanul bonyolult. Tehát 8 Milliárd, közel 8 milliárd ember állandó, hétköznapi cseréje értelemszerűen valami elképesztően bonyolult világot hoz létre. A pénz pedig valójában nem más, mint a csere elősegítője. Így születik meg történelmileg, tehát szép lassan rájönnek a társadalmak arra, hogy a közvetlen árucsere azért bonyolult, mert ugye ott a vásárokat is ezért hozták létre, mert ott közvetlenül találkozik a kereslet és a kínálat. Elvileg pénz is meg tudnád oldani, hogy addig jársz körbe-körbe, amíg találsz egy olyan embert ott a vásárban, akinek pont arra van szüksége, amiből neked van több, neked meg arra, amiből neki van több. De a pénz abban segít, hogy akkor bontsuk Ketté, és akkor sokkal egyszerűbb véghez vinni ezt. Először én el átváltom egy sajátos árúra, és itt a dolog lényege, hogy a pénz az egy sajátos áru, egy szimbolikus áru, amiben minden más áru kifejezi magát. Igen ám, de ebből azonnal következik az, hogy aki hatalmat gyakorol a pénz felett, az egyúttal a cserék társadalmi rendszerét is ellenőrzi. pedig a cserék tulajdonképpen magának a társadalomnak az anyagcseréjét, tehát az egész társadalmi reprodukciós folyamatot írja Ez csak azért szeretném előre bocsátani, mert tulajdonképpen a pénz története egészen a kriptovalutákig bezárólag, ennek a hatalmi harcnak a története. Tehát a, a pénz par excellence hatalmi tényezővé vált, mert aki a pénzt ellenőrzi, ahogy helyesen mondtad, aki kibocsátja, és szabályozza a kibocsátását, felhasználását, az ezen keresztül a társadalom egész anyagcseréjét, egész csererendszerét ellenőrzi, és értelemszerűen persze attól függően, hogy neki mik a stratégiai céljai, úgy avatkozik be ebbe a csererendszerbe, hogy abból a saját hasznát keresse. Tényleg még három mondat, hogy, hogy ez vezetett el oda a modern pénzhez, ami, amihez, amiben tulajdonképpen most is vagyunk, és itt kellene feltenni ezt a kérdést, hogy új korszak kezdődik-e ezekkel a kriptovalutákkal, hogy végül is az egész pénzkibocsátás ma a műsorainkban lassan 7 éve végig erről beszélünk, egy láthatatlan, vagy legalábbis alig látható és nem ellenőrizhető globális pénzhatalmi rendszer kezében van. Ez hozza létre, ahogy Imre nagyon helyesen mondta, hitelpénzként, mert úgy születik meg a pénz, hogy az államoknak hiteleznek. Formálisan persze minden államnak van jegybankja, és formálisan ő hozza forgalomba a pénzt, de hát azért ma már mindenki tudja, hogy minden állam jegybankja valójában ennek a láthatatlan globális hatalmi erőnek, mert ha nem enged, engedelmeskedik, mert ha nem engedelmeskedik, akkor abban a pillanatban sütheti a saját valutáját. E, e, dönthet úgy, hogy nem, majd én kezembe veszem, és én bocsátom ki. Igen ám, de a globális csererendszereken belül, akkor felmerül az árfolyam és a kamat problémája. Tehát abban a pillanatban, amint valaki a saját útját akarja járni, lás Magyarország 2011-ben, akkor kamatfegyverekkel, meg árfolyamfegyverekkel pillanatok alatt észre téríthetik, és jelzik Nekik, hogy hát járhatod a saját utat, csak hát akkor jobb, ha bezárod a határaidat, mert mert az biztos, hogy mindent kiszívunk belőled azon a globális csererendszeren keresztül. És akkor itt jutunk le a kriptovalutákig. Azt nem lehet tagadni, nem látjuk még ennek a jövőjét, hogy ezzel létrejött. Ez persze technológia kérdése is, mert pontosan úgy van, ahogy mondtad, hogy a pénz fizikai valóságában rohamosan változik az idők során. Először is ugye a évezredeken keresztül a pénz maga az arany, és csak az arany lehet, mert az a legalkalmasabb anyag, ami ezt képes, és közvetlenül jeleníti meg ezt a kapcsolatot. Ezt követően egyre inkább arra felé haladnak a, a dolgok, hogy eltűnik, igen. Tehát a pénzhelyettesítők, a papírok, az ilyen olyan, és onnantól kezdve az egész már egy hatalmas színjátéká válik, az emberek abszolút döntő többségének fogalma sincs már, hogy ténylegesen mi történik, csak csak áldozata valójában mindannak, tehát el kell viselnie ennek a következményeit. Újabb lépés az elektronizálás, amikor tulajdonképpen már lassan és erre is törekszik a világ, ugye Indiában óriási kandolum lett abból, hogy egy kicsit túl gyorsan akarta arrafelé nyomni ez a láthatatlan globális erő, tesszük. hogy teljesen tűnjön el a készpénz, nyilván megvan az oka rá, hogy miért, mert innentől kezdve valójában az egész elektronok tánca, tehát igazából a, 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 van -e, van egy kis műanyaglap, de a műanyaglap abban segít, hogy bekapcsolódj egy elekt, egy abszolút ellenőrizhetetlen, az emberek 99 a számára ellenőrizhetetlen rendszerbe. És akkor itt jön a csavar, ezek a kriptovaluták még tovább viszik ezt az egészet, mert létrejött ez a blockchain, tehát létrejött egy olyan technológia, ami a történelmi titok, megfejthetetlen rendszerét hozta létre. És tényleg megfejthetetlen, mert azért van a világon ma már olyan szuper hacker hálózat, amelyik már régen meghekkelte volna, de nem tudja meghekkelni. Úgy látszik ezzel, és ezt nem zárhatjuk ki, minden jel arra utal, igenis létrejött a történelmi titok, a megfejthetetlen titkosításnak egy olyan globális rendszere, amely viszont láthatólag, tudnálik, 8 évvel ezelőtt még körülbelül három ezreléke volt ezeknek a pénzeknek. Tehát 8 év alatt szorosára nőtt, és azért ez elég komoly dinamika, ha 8 év alatt szinte a semmiből háromszázszorosára nőtt ezeknek a pénz, és azért 600 milliárd dollárnak megfelelő összeg azért már nem csekéség a, a, világ pénzügyi rendszerében sem. Tehát az egész úgy működik, hogy láthatólag rohamos gyorsasággal, mint egy fekete lyuk. Tehát szívja át a valódi pénzt, ahogy mondtad az Imréne, tehát a dollárt, meg egyebeket, mert ugye azon Aztül jut hozzá a bitcoinhoz. Tehát szívja magába, és egyáltalán nem zárhatjuk ki, hogy a technológia abszolút titkosítása következtében rohamos gyorsasággal fog átalakulni a globális pénzhatalmi rendszer. Csak hogy. És itt, itt lép fel tulajdonképpen a legfontosabb, itt kell feltennünk a legfontosabb kérdést, hogy vajon ez a nem létező globális hatalmi rendszer, akkor most mit szól ehhez? Elég ellentmondásos a válasza, mert ugye van, ahol üldözik, van, ahol szinte teljes mértékben támogatják, már mint államhatalmi szinten is, és a kettő között mindenféle kombinációja előfordul ennek a történetnek. Egy valami biztos, hogy ezzel valójában a szószoros értelmében, egyik ismerősömtől hallottam, ez zseniális és nagyon szellemes, létrejön a gépi pénzisten. Tehát, tehát egy olyan Pénzist, mindentől független, és tényleg istenként viselkedik, mert az emberiség olyan, mint a transzcendens lenne, mert nincs egyetlen ember se, sőt nincs emberi hatalom, nincs földi hatalom, amely képes lenne betörni abba a térbe, ahol a dolog egy rejtett, senki által nem ismert automatizmuson keresztül szívja el a világ összes pénzét ebbe a rendszerbe. Ha ez megtörténne, elvileg megtörténhet, akár húsz éven belül is, ha ez a dinamika folytatódik, hogy a világ teljesen átalakul, és egy Senki által nem ellenőrzött pénzhatalmi rendszer jön létre, csakhoz, és itt a zseniális csavarás az egészen, hogy azért ennek is kibontakozni látszik egyfajta etikája. Tehát ez bizonyos értelembe véve véglegessé teszi azt az állapotot, mert ugye azt gondolja az emberiség, azt gondolta Hosszú idő, nekem van pénzem, és én használom a pénzt. És mi van akkor, ha a pénz használ engem? Mert hogyha az elmúlt évszázadok történetét nézzük, akkor pontosan erre felé mennek a dolgok, hogy nem én használom a pénzt, hanem ő használ engem, és ha ez létrejön, onnantól kezdve pedig, ha úgy tetszik, rajta is van a globális pecsét azon, hogy az így kialakuló, abszolút mindenki számára elérhetetlen és ellenőrizhetetlen pénzhatalom, pénz fogja használni az egész emberiséget. Hogy milyen célokra? Ha már, hát ez, ha volt, ha már ez rég nem jött létre, Imre, ez csak egy mondat, hogy euh, ugye kedvenc regényem, Utas és Holdvilág, főhősünk Mihály, Nász útján, friss arájának, Erzsinek mesél a kamaszkoráról és kamaszkori barátairól, és akkor egyebek, mert azt mondja, hogy az Ulpius testvérek kapcsán, hogy abszolút -e semmi érzékük nem volt a pénzhez. Csak annyit tudtak, hogy nem is különösebben szép papír darabokért cserébe mindenféle hasznos és kellemes dolog kapható. Ez nekem egy ilyen egész életemre elkísérő mondat. Szervantol. mondat amúgy. Igen, az abszolút semmi érzékem nincs a pénzhez, amiből az is következik, hogy engem nem használ a pénz, hanem az Ulpius fivéreket sem használta a pénz, hanem ők használták a pénzt. De ez még már ugye a papírpénz világa, ami eleve a virtualitás első lépcsőfoka, hogyha a pénzt magát nézzük, de ez azért még kézzel fog. Még a tradíció. Még, még, a ugye, még kézzel Igen, és még helyek közel, még itt mifelénk, itten, keletebbre, mi azért még mindig ismerjük azt az érzést, amikor a 20 ezres a farzsebedben van, vagy az ezres, és akkor bemész a bódba, vagy a kocsmába, kiteszel a söntéspultra 300 a forintot, is. és kapsz egy korsó Ez még a, a krúdi és szerbanta, Én, így van. Év, utolsó békeév. Így van. Nézően. Ugyanakkor, ugye, mint ahogy már az imént is mondtam, a teljes virtualitás nyugaton már vannak az Egyesült Államokban, úgy néznek rád, ha cash van nálad. Egyáltalán, le is tartom. Ha előveszel egy 5, 10 dollárosnál nagyobb címletet, akkor néznek, hogy ez hülye. Ott ott már nincs ilyen, ott már csak. 10-es, 20-as, 50-es, 100-es, 50-es, 100-es, az már a az az mángázos, Ott A hitelkártya a játszik már csak. Na most ugye, te úgy fogalmaztál, hogy a, ez, a, ez a virtuális világban, amikor a hitelkártyádot Előveszed és föl csatlakozol a nagy hálózatra, ami az emberek 99,9%-a számára tökéletesen ellenőrizhetetlen. Ugyanakkor a fennmaradó egy tized számára meg tökéletesen ellenőrizhető, éppen ettől fantasztikus és hátborzongató, hogy semmit nem tudsz csinálni úgy, hogy ne tudjanak róla. Abban a pillanatban, hogy nem effektíve a farzsebedben lévő pénzt használod, és nem azzal fizetsz, és nem azzal fizeted ki a nálad dolgozó takarítónőt, meg a kertészt, akinek a zsebébe teszed, amivel már eleve a, jogi, a mai jogi környezetben ugye mint követsz el, hiszen ha ő nincs bejelentve is, hagyd ne kezdjem el sorolni. Volt itt nem is olyan régen, nyolc évvel ezelőtt egy kormányzat, amelyik eljutott odáig ez ügyben, hogyha a szőlődbe a menyed meg a vejet kijött születkor segíteni, azt De kell a kijött az APEH és azt mondta, hogy ezek itt nincsenek bejelentve a melósok, hát akkor te most büntetést fogsz fizetni. Bocsánat, ha erre felé menne a dolog, ez nem összeomlasztja az államot, hanem egyszerűen félretolja, mint történelmi kacatot, és az állam nem tud mit csinálni, nem összeomlik, hanem csak néz, Eze? hogy tökéletesen feleslegesé vált. Igen, ugye, mert ez fog a... történni, ha tényleg erre felül. magyarul ugye van a te nem ellenőrzöd ezt a világot, van valahol ugyan egy bankszámlád, ami felett te diszponálsz, de bármikor mondhatják azt, hogy ja mégse. Ugyanakkor valakik minden lépésedet ellenőrzik, és itt, itt nem értem még mindig, mert ha egy ez elleni lázadás a kriptovaluta, de az is a virtuális világban történik, és ráadásul itt néz, nézegettük az idént, bögétek, fő volt szépen vetítve. A kript a bitcoin tőzsdei értékének alakulása az elmúlt években. Ha ez egy lázadás, egy kiszakadási kísérlet a rendszerből, akkor mi a tökömet keres a tőzsdén? De mert nem értem, továbbra sem értem. Pillanat, pillanat. És hogy lesz belőle valóságos pénz? Térjünk vissza az alaphoz, hogy mi hozta ezt létre. Laci beszélt a csereberérben kapcsolatos érdekviszonyokra, stb. Én a csereberékből kiemelném, ami manapság a legnagyobb volumenű: A pénzek csereberéje pénzekre. Tehát manapság a pénzforgalomba, világviszonylatba nem az a domináns, hogy bemész a boltba, vesz egy inget, meg és pénz. A francot. Ez körülbelül a 5 a az egésznek. A többi az, amikor pénzt pénzre cserélnek, és a pénzek ára közti eltérések. Magyarán szólva az árfolyamok és a kamatok. És a világot ám blokk. Ezeken keresztül szívatják. Ez az a két csatorna, ami kicsatornázza a jövedelmeket az országokból, és valahol lerakosgatja például az offshore -ban. Ez az a momentum, ami kiváltotta bizonyos kompjútereseknek a mérgédűjét, és azt mondják, hogy ennél ők jobbat tudnak alapba, hogy aztán mögöttük áll valaki, nem áll, azt most hagyjuk a francba. Tehát tulajdonképp ez volt az a momentum, amikor azt mondták, hogy hát mi azt ugyanúgy tudjuk, mint ti, kompjúteren gyártunk valamit nektek, rendes pénzért lehet adni-venni tőzsde, még árfolyama is van, tehát olyan dolgokat produkálunk nektek, amit megszoktatok, ugye? Megszoktatok. Lehet venni bitcoint, de lehet termelni is bitcoint, és számítógéprendszerek vannak arra ráállítva, hogy meghatározott program programvariánsok szerint gyártsák ezeket a titkolt, főkönyvi rovatokat, ahol egy-egy tranzakció be van iktatva. Mert például Bajer Zsolti, hát például számlát nyitottam nyitott, ott a, akárhol, vagy akárki, csak éppen az a bank befarolt. Hű, a jó életben, hát ez nagy gáz, nem? <laughs> Volt ilyen példa? Argentinába például egy halom, számlát letiltottak, és hónapokig, hetekig, mit tudom, meddig nem lehetett hozzájutni a pénzethez. Hát nem kellett addig és... menni Görögországba pár évvel ezelőtt, nem véletlenül álltak az emberek 24 órákat a iszonyú mennyiségű automatáknál. negatív tapasztalat halmozódott fel, és azt mondták, hogy ezzel a technológiával ezeket a negatív tapasztalatokat a pénzforgalomba ki lehet iktatni, és ma ez így is van. Tehát egyelőre még nem produkáltak olyat, hogy valaki a blockchain egyik tagját itt szétbombázta volna, és ha, 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 ha ott van valaki akár. Nagyon, nagyon fontos dolog, ezt mindenképpen mondjuk ki, hogy ez egyre inkább kiderülni látszik, hogy ez egy olyan rendszer, ahol csak befelé lehet menni. Tehát Ivan. azért valószínűsíthető, hogy ez rohamos gyorsasággal szívja be a világ összes pénzét, Tudni, nincs, nem értelmezhető a kimenet belőle. Tudni, még nem ez... arról van szó, nem arról van szó, hogy Hitelpénznél része lesz hitel egy rendszernek. A ami... hitelnyújtással bemegy, hitel visszafidettéssel kimegy. Nem erről van szó. Csak bányásattal kerülhet be, de a bitcoinnál már elméletileg van egy felső határ, hogy mennyi hát, lehet. Majd meglátjuk. Hát, tehát részese lesz egy rendszernek ezzel kapcsolatban, ami szív. Én oda kanyarodnék vissza, mert ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy az a megállapításod, hogy ez részben egyfajta lázadás Lázad. az ellenőrizhetőséggel szemben. szemben. Mert ugye ott van, hogy most már. Lassan kártya se kell, mert az okos telefon még egy tíz év, lesz. és a telefonod lesz az a valami, amellyel tökéletesen ellenőrizhető hát, vagy. a jegyedet hát is. Tökéletesen ellenőrizhető leszel a telefonodon keresztül, és ahhoz képest még tíz év, és te leszel a telefonod. Te már nem vagy, már csak a hát, telefonod Jó, ezért mondtam azt, hogy te, ha, ha te használd a pénzt, vagy a pénz használ téged. Te válsz és a mobiltelefonod testesít ez, meg téged. De ez azért nagyon érdekes gondolat, amit felvetettél, mert látszólag ez tényleg egy sikeres lázadás, mert a szupertitkosítással, tehát a nagy történelmi titokrendszer, amire mindenki áhítozott, a feltörhetetlen nagy történelmi titok ezzel létrejött, tehát látszólag megoldottad a problémát, innentől kezdve nem létezhet senki, nem csak ez a globális pénzhatalmi erő, hanem senki nem tud téged ellenőrizni, de vajon az a karakter, amit ez a rendszer létrehoz. Tehát amivé válsz a pénz által, hogy felfűz egy olyan rendszerre, ahol csak befelé menet igen, van, igen, de kifelé ez, nincs, ez egy veszély. És hogy mi, a, mi az értékrendje ennek az egésznek, mert ez a döntő, ezt ma még nem látjuk, hogy mire veszi rá az emberiséget, hogy fog viselkedni, mert most ez úgy, valahogy úgy kell elképzelni, hogy a világ minden ezt használó, és egy idő után kénytelen lesz mindenki ezt használni, mint hogyha minden individuumot bedarálna egy közös rendszerbe, és mindenki, tehát ez az egyen, az abszolút uniformizáltság, tehát mindenkinek ugyanazt kell, ugyanazt kell gondolni, érezni, ugyanolyan szükségleteket, tehát, tehát, az egészben van valami egészen vészjósló tendencia, tehát miközben megszabadultál az ellenőrzösségtől, de csak azért szabadultál meg, mert már totálisan ellenő, tehát ha úgy tetszik, a, bocsánat, a fal, emlékszel, a, a Pink Floydnak a végén, azok a menetelő kalapácsok, vagy valami csoda. Ez körülbelül olyasféle dolog, hogy ugye a demokrácia akkor jöhet el, amikor már semmiféle választási lehetőséged nincs. Tehát nyugodtan lehetsz abszolút szabad individu, mert úgyis azt fogod csinálni, ami beléd van programozva. Hát és ez ezzel... nem egy elvont ilyen science fiction de de ezt horror, pro... de... hanem ezt, erről ezt szól próbálják a most megcsinálni. Ez zajlik, ez a nagy kísérlet, pontosan az, ilyen, ennek az embernek az előállítása, és ez a globális minimál Ha valaki, videóval, valaki szeretne ebbe úgy egy kicsit belefeledkezni, mindenkinek javaslom új fent, hogy a Kör című filmet feltétlenül nézze meg. Egyik főszereplője, a, imádom és mindig elfelejtem a nevét, a Fus Forest, Fus a Forest Gump, ki a főszereplője? Na, az a pali játszó. Majd eszembe jut a neve, akkor benyögöm. A Kör, nézzétek meg. De most viszont azt kell mondjam, mindjárt Imrém, te jössz, hogy kezd, én, én, most úgy érzem magam itt veletek, mint Karinti tanár úr kéremjében, mikor a jó tanulós Tejman felel. Ügyebár, és akkor azt írja a szerző, hogy lassan intim dialógus alakul ki közöttük, már mint a tanár már és Tejman között, juttalunk. lassan intim dialógus alakul ki között, mi már rég nem értük az egészet, nem olyan mérjük. szavakat használnak, amiket csak az egyetemen szoktak, No, pont így vagyok. Próbáljunk meg, én egy hülye magyar szakos tanárként viszonyulok ehhez, eddig igen, igen, tehát azt szeretném tudni valakinek a szájából exakt módon. Ugye például elhangzott az imént Imre tőled, hogy bitcoint, kriptovalutát ugye, lehet termelni. Is. Jó, tehát mondjuk én most eldönteném, hogy én hazamegyek hatkor, és neki szeretnék állni bitcoint termelni, akkor mit kell csinálnom? Hát, hogy rendelkezned egy megfelelő kapacitású és programnyelveket ismerő berendezése kompjúterrel, és ezek a kompjúterek generálják azokat a blokkokat, amibe ezeket az információkat, például az üzletet, a számládnak az adatait be lehet tárolni, és pedig olyan módon azért annyira megfejtetetlen, mert véletlen kiválasztással generálják hozzá kulcsokat. Kicsit hasonlít a korai, figyelj ide, kicsit hasonlít a korai ö, titkosszolgálati és katonai sifrírozáshoz. Csak ott, ugye, ha elvitték a szifri táblát, akkor fújhattad az egészet. Most már nem lehet -e a sifrír tábla, Enig, ez egy bent, enigma. Bent anabba, nem, annál bonyolultabb, annál bonyolultabb, hála egy, egy Isten, Szinten magasabb, egy szinten, szinten magasabb. A... mert ugye azt, hogy hogyan, hogyan generálja a, következő kódot a kompjúci, azt senki nem tudja, a kompjúci gyártója se tudja, mert olyan algoritmus van vele, azt csinál, amit akar. Magyarán szólva már beszéltünk a múltkor a, a, hogy mondjam, a mesterséges intelligenciára, de talán egy kicsit hasonló logika alapján. Tehát nem, nem tudod. Ezért tehát igazándiból nem tudsz hozzáférni az infóhoz, magyarán szólva meg se tudod hamisítani. Na most, amire utalnék, ugye? egyrészt az ellenállást az váltotta ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok volt a pénz pénzzel történő csereberén keresztül a szélhámosság, meg a lopás. Egy. Kettő, amit a Laci mondott, tökéletesen egyetértek. Tom Hanks. Hogy a fene se Tom tudja. Hanks. Vagy? Tom a fene tudja. A, legfiatalabb. Pillanat, kicsit, igen. a, a fene se tudja, hogy hova fog az egész vezetni. Viszont mielőtt elkezdenétek a ez emeletről a kiugrálást az ablakon, annak semmi értelme, mert ha nagyon nagy gáz lesz ebből, azért én bízok abba, hogy a kisebb helyi közösségek megint ö, lábra kapnak, és elkezdenek saját védekezési mechanizmusokat kialakítani. Ezekre vannak korábbi történelmi példák is, például a 29-es 33-as válság idején több úgynevezett helyi pénzkezdeményezés voltak. Egyet említenék, Mi ma is működik, a vír. A vír az azt jelenti, hogy mi egyszer, de azt is jelenti, hogy ring, tehát gazdasági ring, Svejcban működik, pillanatnyilag jó pár milliárd svejci franknyi állomány van, kezdték valami 62 taggal, most több ezer tagjuk van, bizalmon alapul, a ringbe, a körbe csak az kerülhet be, akiben baromira megbízunk. Az adásvételek után az kiegyenlítést a rendszer végzi, nincs kamat, tehát ott lehet hitelt is fölvenni, nincs kamat, de ha nem adod vissza a pénzt, akkor röpülsz a bánatba kifele. Ilyen kezdeményezések ugye a kis hazánkban is voltak. Ezt még... a... Soproni, kék, frank. Erre jót szó. Ezt még Tehát érzen. azért mondom, hogy ne ezt ugráljunk még, még az ablakon kifele. A, 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 itt egy nagyon fontos közbevető megjegyzés a pénztörténetéről, hogy a pénz mindig is kettős természetű volt ebből a szempontból. Tehát van a mindenkori globális pénz, ez a birodalmokon belül is, meg a egész világbirodalmon belül is, de van, de mindig létezett helyi cserek kapcsolat. Bizonyos értelemben ezt úgy kell elképzelni, hogy ha nagyon jó szomszédok, mondjuk egy lakóparkban, és tételezzük fel, hogy nagyon szerencsésen jön ki, és pénz nélküli állandó cserekkapcsolat, hogy én, én orvos vagyok, gyógyítom a gyerekedet, én meg autószerelő, én megjavítom mindenkinek az autóját, a, a mit tudom én, kamaszkorban lévő kislányok babysitterkednek azoknál a családoknál, valójában az is egy gazdálkodás, de pénzért is lehetne, persze. Tehát lehetne, hogy akkor én felhívom a megfelelő szolgálatot, hát és és egyszerűbb, ha de van mi... mi van akkor? De mi van akkor, ha bizalmon is itt hangzott el? Bizalom. Szóval nagyon, de gyerekek, nagyon visszatérünk a magyar Kifez. A, a hit, hitel. Hit és hitel. A krédó és kredit a latinban. Bízunk, bízunk valakibe, a ringbe bíznak. Persze. Ez a 62 ezer résztvevő megbízik abba, hogy köztük lévő tranzakciók ki lesznek fizetve. És bizalom nélkül soha nem létezett. Egy és a bizalommal van mindig a baj, amikor újabb megoldásokat keresnek. A, a sárga, az arany az nem volt semmi, azt leszurkoltad, nem kellett már bízni se kétszer. Ez, 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 ez némiképp olyan, még amikor én tanultam a kereszt, akkor még az volt ott a első számú paragrafus, hogy az egész az úgynevezett bizalmi elvre épül, magyarán arra, hogy én beülök az autóba, és elhiszem, hogy ha piros a lámpa, akkor nem csak én állok meg, hanem a szeretve tisztelt kollega is. Mert ha ez a bizalom nem létezik, akkor meg fogunk dögleni mindannyian. Ez a rend általános szabálya, ugye, hogy vannak világos szabályok, azokat mindenki, mindenki betartja, betart. és mindenki tudja is, hogy így járunk jól mindjárt, hogyha ez betartja. Akkor bomlik fel a rend, hogyha valamelyik eleme itt meg... tehát azt mindenképpen mondjuk el, hogy maga a technológia viszont zseniális, és éppen ezért lenne alkalmas arra, hogy kis közösségekben is használják, mert ugye a mai világban, legyünk őszinték, azért a bizalom meg a hit már azért elég szétrongyolt állapotban van. Ezzel a technológiával viszont maga a technológia egy picit megsegíthetné, hogy, jó. hogy, hogy, jó, jó, bízunk mi egymásba, de azért nem árt, hogyha ha ebben a kiskörben felhasználjuk azt a technológiát. Tehát Globálisan valószínű van és ténylegesen létezik, hogy így lesz -e, ezt nem tudjuk. Van egy rendkívül fenyegető perspektíva, hogy mindent magába szippant ez az egész rendszer, és onnantól kezdve ilyen abszolút uniformizált, globális minimál énekből fog állni az egész világ, mert csak befelé szív, mint egy fekete lyuk, és akkor, akkor fog majd igazán kiderülni, hogy mi van mögötte. Tehát, hogy akik létrehozták ezt, azok, azok mögött miféle értékrendszer, és hogyan húzódik meg, csak akkor már késő lesz, mert onnantól kezdve egyetlen globális, kollektív, minimál én lesz az egész világ, ez így mondom science fictionnek hangzik, de technikailag már nem lehetetlen. De ezt megakadályozandó, most kellene éppen a kis közösségeknek elindítani azokat a folyamatokat, amelyekben egészen, egészen új alapokra helyezik a helyi együttműködéseknek azt a rendszerét, amelyek egyébként Európában, és Húribe, tűn, még Amerikában is okay. egyébként, leginkább Hilang, a Flyover illatra, Amerikában, ugye was. nem a keleti meg a nyugati parton, mert ott másféle értékrendek érvényesülnek, de ebben az igazi Amerikában, ami a kettő között van, helyi közösségekben is létezik ez, és itt Európában is. Tehát itt az ideje, hogy ezt az új technológiát, amely ha úgy tetszik egy globális katasztrófához is vezethet, de, de, jelentheti a lokális közösségeknek egy olyan elképesztő erejű megerősödését, ami, amiben a, mondjuk az elmúlt egy-két évtizedben akár nem is reménykedtünk. Tehát így kellene kezelni, és azért kellene persze minél többet, minél sötétben tapogatózunk, mert annyira új jelenségről van szó, hogy ezek mind, amiket mi elmondtunk, ezek is végülis csak feltevések, bizonyos pontok már vannak, ahonnan elindulhatunk, feltevéseket tudunk megfogalmazni, lehetséges jövőutakat, lehetséges veszélypontokat, és lehetséges hihetetlen ígéreteket arra, reménykeltő ígéreteket, arra nézvést, hogy mint mindent a világtörténelem során, ami technológiai újítás, az pusztító fegyverként és alkotó építő eszközként is használhatja az egyes helyi közösség is, meg persze az egész emberiség is. Igen. Ha már így fantaziálunk, mi van akkor, mert hogy azt láttuk, hogy a világhatalmi erő által irányított pénz ellen van, ez azt nem ütössük. Mi van, ha ez egyben ahhoz is hozzájárul, hogy ez a egy darab parancsnoki poszt osztódik, és helyel közzel visszahelyeződik nemzetállami szintekre. Erre fele is van mozgás, el ne felejtsétek, hogy például a, egy csomó ország, Brixék, halmozzák az aranyat, piszkosú. Az oroszok most már nem eladják, hanem száz tonnával veszik. Kínai az ]ok. indusok, a kínaiak, stb. Magyarán szólva, több helyen, nemzeti szinteken, akik ugye ebben a nagy világizében nincsenek be, fölismerték, hogy nem egy rossz dolog az, hogyha a pénzparancsnokság helyett, helyett bent van. van valami egy icili, a szabadság téren is ezt fölismerték, természetesen Ura. lehetőségei korlátozottak, tehát ilyen dolgot is kiválthatám. Továbbra sem kaptam választ arra az nem egyszerű, egyszerű kérdésemre. De ezt még egyszer fölteszem. Hogyha ez a lázadás a világhatalmi láthatatlan erő és az ő pénzhatalma ellen, és az ellenőrző szerepe ellen, akkor mit keres a kriptovaluta? a láthatatlan világ erő legkedvesebb virtuális terében a tőja de nem nagyon egyszerű, hát azért, mert óriási pénzek, ahogy Imre mondtam ma már, a, a, az áru és pénzforgalom 95%-a pénz pénzre való tehát ha úgy tetszik a pénzmanipuláció, pénzspekuláció, és mivel ott gigantikus 100 ezer milliárd dolláros összegek forognak, ennek következtében egyes darabja kedvét leli abban, ez az tiszta spekuláció, na most a kezdetben, hát az óriási árfolyam javulás, és azt jelzi, hogy ezzel Hették. kiválóan lehet spekulálni, és kisebb, hát nekik ez apró pénz természetesen, és apró pénzekkel hát a játszanak. Bukni is lehet természetesen, mert volatilis, ahogy elegánsan mondják az árfolyama azért ezeknek a kriptovalutáknak, de azért egyelőre a tendencia egyértelműen az, hogy rohamos gyorsasággal erősödnek. Igen. Tehát ilyen értelemben véve a világpénzek urai kedvüket telik abban, vagy lelik abban, hogy számukra apró pénz, de ez még mindig ilyen 10 meg 100 milliárd dolláros összegeket jelenthet. Hát ez egész a pénz, 5, 600 de, milliárd de azért, dollár. összességében, de azért összességében jó dolog mondjuk átélni azt, azt, hogy, hogy beraktam, mit tudom én, egy millió dollárt, ami most éppen 30 milliárd dollárt ér, Igen. mondjuk két év hát Annyit élete nem élete is, elég. de négy-öt-hatszoros szorzók Igen. kialakultak, és tulajdonképpen. Hát 8 év alatt, bocsánat, 8 év alatt akár százszoros is. Igaz, ez a igaz, ez igaz. Tehát ha a... rövid idő alatt ilyen. Igen. Tehát itt tulajdonképpen be is mutatkozik azáltal, hogy tőzsdei adásvétel tárgyát képezni. Mert mondom, lehet adni venni, meg lehet még mindig egyre nagyobb felhasználása. Most már És olyan komputeresek vannak, akik kitelepülnek szépen. valahova oda, ahol az energia olcsóbb, az energiaellátás a komputereknek, annyit energiát kell dolgoztatni a komputeret, hogy egyetlen egy bitcoinhoz hozzájuss? Ez már látszik a világ energiafelhasználásán is. Hát hát ez, ez is, Téter, egy, ez is Téter, Téter Téter egy nagyon fontos. Izland mert... például Így van. baromira. baromirat még egy, hogy startup, ugye ezek az induló vállalkozások is előszeretettel használják ezt a megoldást, már mint hogy úgy gyűjtenek pénzt, tehát hogy van egy jó ötletük, ez közhíré teszi nyilván a neten, és ehhez a jó ötlethez így gyűjtenek pénzt, és hogyha ez a jó ötlet valóra válik, akkor nem százszoros, hanem százezerszeres hasznot lehet kaszálni ezzel a módszerrel, ráadásul úgy, hogy erről a világon senki, az APEC nap sem. Na most arról már nem is tudtunk beszélni, hogy ennek az adó, meg az egyéb vonzatai, hogy, hogy elég. meg az államot, illetve nem megszünteti, hanem félretolja Így van. a történelmi kacatot, hát, amire igaz, már Igazándiból naval val együtt. Rendkívül bonyolult, és egy dolgot azért leszűrhetünk ebből, hogy pénz dolgába pillanatnyilag elégedjünk meg azzal, hogy van egy frankó stabil forintunk, ne vágtassunk az euró irányába, a bitcoinnal Na, kapcsolatban aki... legyünk kellően óvatosak. Aki kalandos de... természetű. Az. Na jó, persze, laciká, akkor vásáruljunk. A... Hárman vegyünk egy darab bitcoint. az a hivatkozik, vásárulj a hely hely. Hatkozik, <laughs> Vagy Az a helyzet, mi, vagy gyakorlatilag a végsz, tervezett végszavamat el is pontoltam. épp Nem, csak éppen azon gondolkoztam itt, hogy végighallgattalak titeket háromnegyed órán keresztül, és egészen megszilárdult bennem a gondolat, hogy ezek után még a hitelkártyámat is a szemétbe hajítom, és kizárólag a farsabemben lévő tárcára fogok szorítkozni természetesen értem én, meg nem értem, és azt is értem lehet venni vagy. tárcára is a bitcoin, hát sok mindenről nem beszéltünk. Hogy a virtualitás áll, a lényeg felé lényeg. megy minden, minden esetre, hogyha belegondolok, azért ez eléggé hát borzongató. Hát ott. most elhangzott. Nem sem. Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Mindjárt híradó, úgyhogy messze ne menjenek, mi velünk pedig a jövő héten találkoznak a szokott időben. Viszontlátásra.